Ezekben a kapa variációkban híres filmek vagy világhírű művészek jellemző figurái, jelenetei villannak fel a látogató előtt. A bravúros műveket Tóth György, várdai művész, aki falugondnokként dolgozik, álmodta és alkotta meg az ormánsági szaporcán. A kiállítás címe nem véletlenül variációk irtókapára, avagy amikor a kapák tényleg mesélni tudnak. Közel egy évtizede kezdett el használati tárgyakból ilyen szobrokat készíteni a művész. Kapa számomra olyan, mint egy emberi alak, és akkor arra gondoltam, hogy ha ezt tehát különböző más használati eszközöket hozzárendelünk, akkor történeteket tudok ezáltal elmesélni. A régi paraszti világnak a legfontosabb használati eszköze ugye a kapa volt. A kapa mögött mindig állt egy ember, a kapa mögött sorsok vannak, történetek, tragikus, szomorú pillanatok, hol vidám pillanatok, tehát azt lehet mondani, hogy mindig van egy történet, egy ember van a kapa mögött. Azokat a használati tárgyakat szeretem, amiket tulajdonképpen már egy kicsit megmart az idő vagy a használat. A valóságban a kapa mögött álló ember kezében kifényesedett a kapanyél, és együtt kopott el az emberrel. A kapa mögött lévő embert nem ismerjük, és éppen ezért a kapák által kell elmesélni egy történetet, ami a cím és a látottak alapján megfogalmazódik, tette hozzá Tóth György. Ez a nagyképűség, ugye, amikor az ember lát egy kortárs alkotást, és akkor azt mondja, hogy nagyképűen, hát ilyet én is tudok. És nagyon gyorsan rájöttem én is, hogy hát ilyet azért nem tudok. És nekem nagyon nagy szerencsém volt, hogy mint már említettem, megláttam a kapában az ember alakot, és akkor kapákból viszont tudok történeteket mesélni. Elgondolkodtató humoros és vidám alkotások, irtókapák és használati eszközök felhasználásával a kiállítás a Szaporcai Örökség udvarban az idei Bőkösz Fesztivál ideje alatt megtekinthető augusztus 25-éig.